Hozam című hetente jelentkező gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm Önöket. Először lehetett fennállása óta Szekszerda helyszíne az egyetlen Magyarországon szervezett nemzetközi borversenynek, a Vinagóra a meghatározó európai borásztalálkozók hálózatának része. Bősz Adrián, a szekszerdi hegyközség elnöke azt mondta, az elmúlt évek összefogásának és kiváló borainak is köszönhető, hogy a város adhatott otthont a találkozónak. Magyarország egyetlen nemzetközi borversenye arra hivatott, hogy felmérje, hol tart a magyar borszakma a nemzetközi trendekhez képest, merre tart a világ, milyen típusú borok jelentik az irányt. 14 külföldi országból érkeztek minták, közel 20%-a a nevezett boroknak ezekből a külföldi országokból érkezett. Elég nagy számú minta is érkezik összesen, közel 800-775 minta vetélkedik itt. És ezek alapján azt mondhatom, hogy egy ilyen borversenynek az valóban feladata és lehetősége, hogy azokból az eredményekből, amik itt születnek, akkor lehessen olyan következtetéseket levonni, hogy mely minőségek, mely bortípusok, mely stílusok azok, amelyek kedveltebbek, amelyek népszerűbbek, amelyekben több vagy arányokat tekintve nagyobb számban szereznek érmeket, és kerülnek ki a piacra nagyon különleges, nagy értékű termékek. Egy versenyre már az előválogatás maguk a termelők megteszik, minden gazda, én úgy gondolom ez a helyes hozzáállás, minden gazda úgy vállalja a részvételt, úgy nevez be egy borversenyre, hogy kiválogatja a lehető legjobb borait, és aztán, hogy az ő döntése és az ő véleménye az mennyire megalapozott, azt fogja majd ezt a versenyt eldönteni, tehát mindenképpen válogatott borok és borászatok vesznek részt rajta, egyébként nem is olcsó egy borverseny, tehát itt az ezek költségekkel jár, mondjuk a mi borverseny az az egyik előnye a magyar borászok számára, hogy mi egy nemzetközi mezőnyben és ligában versenyző vagy szereplő verseny vagyunk, tehát a Nagy Nemzetközi Borversenyek Szövetségének tagja a Vinagóra, és gyakorlatilag ugyanolyan körülményeket biztosítunk, ugyanolyan körülmények között zajlik itt a verseny, mint hogyha Párizsba vagy Madridba vagy Montrealba lenne a verseny. Szekszárd hiába jeleskedett az elmúlt években és állított elő kiváló termékeket, még soha nem rendezhetett ilyen találkozót. Bősz Adrián, a hegyközség elnöke úgy értékelte, mindaz, amit a város és a borszakma letett az elmúlt években az asztalra, azt eredményezte, hogy helyszíne lehetett a találkozónak. Nem csak a borvidék elismerésének egy komoly rang ez, ugye Magyarország egyetlen nemzetközi borversenyéről beszélünk, a Vinagóráról, és ahogy a köszöntő beszédemben is mondtam, ez olyan, mint a Hungaroringnek a Forma 1 rendezési joga, tehát azért nemzetközi borverseny viszonylag kevés van a világban, és ráadásul a Vinagóra egy nagyon magasan kvalifikált nemzetközi borverseny, és hát hazai, tehát a miénk, ugye mindenképpen nagyon-nagyon jó ez, hogy a borvidékünkön meg tudtuk ezt rendezni, és hát ahogy mondtam, hogy nem csak magának a borvidéknek elismerés, hanem elismerés Szekszárdnak, elismerés a szekszárdi embereknek, és elismerés mindenkinek, aki ebbe rengeteget dolgozott. Nem konkrétan csak a borversennyel kapcsolatban, hanem ahhoz, hogy ez itt megrendezésre kerülhessen, ez magának a városnak, a városi intézményeknek, a vendéglátóhelyiségeknek, a szállodáknak, mindennek fejlődnie kellett, mert ugye itt azért sok minden együtt jár, tehát nem elég csak egy helyszínt biztosítani a borversenyre, hanem rengeteg más programmal, el kell látni kísérő programokkal, és ehhez ugye nyilván kellenek azok az építmények, épületek, hozzáállás, vendégszeretet, ami így egy komplex csomagot tud biztosítani. Mi az elmúlt pár évben a szekszári borversenyt is azért megreformáltuk, idejestóva most már 5 éve, 5-6 éve egy új köntösbe lett burkolva, ezt most szeretnénk még magasabb szintre vinni, talán nem árulok el titkot, hogy a Vinagóra rendszerekkel szeretnénk mindenképpen kipróbálni, de lehet akkor tovább dolgozni, és ugye itt az elmúlt évben Zilai úrat meghívtuk a szekszárdi borversenyre, ő a mi borversenyünket nagyon pozitívan, nagyon magas színvonalúnak ítélte, ez nyilván köszönhet a benne dolgozóknak és a szekszárdi kollégáknak, és hát nyilván szerepet játszott, hogy jó borok is vannak Szekszárdon. Sok fiatal borász itt mutatkozhat be a nemzetközi szintéren, és kiváló mintákkal vetetik észre magukat, mondta Mészáros Péter zsűri elnök. Ez mindenképp egy jó dolog a szekszárdi borvidék fejlődésében. Mindenképp azt szeretnénk, hogyha fejlődne a borvidék, és ez a borverseny az alkalmas arra, hogy bemutassuk a borvidékünket, a saját borainkat,
ismertessük a külvilággal, illetve nekünk pedig fontos tapasztalatszerzés, hogy hogy értékelnek bennünket, hogy értékelik a borainkat. Az is látszik, hogy mik a trendek. Ugye itt a nagyvilág több pontjáról érkeztek a bírálók, annak ellenére sajnos, hogy a vírus miatt egészen távoli vidékekről nem tudtak eljönni. De abszolút fontosak a tapasztalatok, nem csak a borversenyen, amit szerzünk, hanem a borverseny utáni programokon, a kötetlen beszélgetéseken elmondják azt, hogy mit gondolnak a borainkról, mit gondolnak a világban, mik az új trendek, mik azok a borok, amik most a legkeresettebbek. Mindig felvetődik a kérdés, a magyar borok milyen pozíciót szerezhetnek a kereskedelemben. Zilai Zoltán a hazai piacon való részvétel fontosságát emelte ki. Van egy másik szempont, a kereskedelmi szempont, ami ugye azt adolgatja, hogy ha elküldök egy bort egy nemzetközi borversenyre, akkor az a borverseny milyen piacon szerveződik, az a piac mennyire érdekes az én borom számára, hány potenciális fogyasztóhoz jut el annak a verseny eredménynek a híre, és hát ilyen szempontból mi itt Magyarországon picit hátrányos helyzetben vagyunk, mert Magyarország nem egy klasszikusan importőr ország, meg azért egy kis ország vagyunk, ha már próbáljunk nagyok lenni, de azért azt gondolom, hogy az egy realitás, hogy a mi kisebb piacunk az nem annyira vonzó. Tehát még Németország 10 millió hektoliter bort importál, és mindenki oda akar eladni. Nyilván egy borverseny Németországban oda özönlik a külföldi bor, mert mindenki be akar jutni arra a piacra. Magyarország kicsi a piaca is, a magyar fogyasztók hála Istennek elég patrióták, tehát nem is annyira sok importbor fogy Magyarországon, tehát ezért ilyen kereskedelmi megfontolásból inkább elmaradnak a minták. Ezért nincs sok külföldi mintánk. A magyar borászatnak az a legfontosabb, hogy amennyi szőlőskertünk, ültetvényünk van, azok megmaradjanak, szépen virágozzanak, ott jó megélhetés biztosítson az azzal foglalkozó embereknek. Ez az kell, hogy ezek az ott megtermelt szőlőborok, ezek jó áron értékesüljenek, és ebben egyébként a legfontosabb a belföldi piac. Tehát szerintem nekünk a magyar borászoknak a legfontosabb feladata, hogy tudatosan piacra, a magyar piacra termelve a porték, a nagyját adjuk el, és ezt megint úgy kell eladni, hogy a napi fogyasztásra egyszerű, korrekt, nagyon megbízható borokat kell adni, hogy minden nap igyon a magyar egy pohár bort, mert az életminőséget javít, és legyenek olyan csúcsboraink, amik itthon a magyar fogyasztó számára az ünnepnapok borai, és örömmel és büszkeséggel fogyasztjuk el, ünnepek alkalmával, és ezekkel a borokkal kell igazából nekünk külföldre törekedni. Ezek nem nagy volumen, nem nagy árbevétel igazából, viszont rangot, presztist teremtenek a magyar borászatnak, de az, hogy megéljünk, hogy az ágazat virágozzon, működjön, ahhoz az egyszerű, korrekt borokat kell eladni, megtermelni, eladni, hirdetni, igenis arról beszélni, hogy a bor az egészséget megőrző ital, és nem szabad a fogyasztásáról lemondani. Bemutatták az oktatói minősítési rendszer egy részét, amely lehetőséget teremt a tanárok munkájának elismerésére. Erre országos szinten 35 milliárd forint plusz anyagi forrás ad lehetőséget. Többek között erről is beszélt Pöröskei Gáborné, a szakképzésért felelős helyettes államtitkár országjáró körútja során Szekszárdon. Készülnek jövő heti vizsgájukra a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképzőiskola asztalosnak tanuló növendékei. Az elméleti és gyakorlati oktatásukban is változás történik szeptembertől. Február elején jelent meg az új szakképzési törvény végrehajtási rendelete. Ennek gyakorlati részéről tartott előadást iskolaigazgatóknak Pöröskei Gáborné, a szakképzésért felelős helyettes államtitkár országjáró körútja során Szekszárdon. Kiemelte, nagyobb fokú szervezettséget visznek a szakképzés rendszerébe. A kancellár, az igazgató és az igazgató helyettesek feladatait is sikerült nagyon jól elválasztani a helyettes államtitkár szerint. Az igazgatók nagyobb szakmai szabadságot kapnak, amibe azonban nem tartozik bele a képzés szerkezetének meghatározása. Ez a kancellárok feladata lesz. Gyakorlatilag a szakmai részét az iskolák viszik, ők felelnek az iskolának a jó működéséért, hogy pontosan a szakma helyén legyen, de hogy milyen képzési szerkezet legyen, és egyéb más forrásban, működésbe jól működjenek, azért viszont a centrum fog felelni. Gyakorlatilag a képzési szerkezet kialakítása az azért fontos, hogy egységes legyen, mert a centrum az, amelyik menedzseli a térségnek a szakképzését,
és így a képzések összehangolhatók lesznek, így a párhuzamos képzések kevésbé valósulnak meg, így egy forráskoncentrációval jelentősebb fejlesztéseket tudunk majd csinálni. Úgyhogy szervezettséget viszünk a rendszerbe, reméljük, hogy nagyobb fokkal. És egy munkaértekezlet az, ami előtt állunk. Munkaértekezlet lényege az, hogy a leglényegesebb irányokat, mit miért csinálunk, megbeszéljük. A megbeszélés az valóban így van, hogy kérdésfelek formában is legyen, tehát feltegyék azokat a kérdéseket, ami foglalkoztatja őket, és reméljük, hogy ez az operatív kapcsolatfelvétel, illetve kérdésválasz, az a munkájukat igen jelentősen fogja segíteni, hiszen fel kell készülni a szeptemberre, igazából most már a szeptemberre való felkészülést kezdtük ezzel így el. A duális képzés pedig erősödni fog, mivel a tanulók az elméleti, ágazati képzést követően tudnak szakosodni, és több időt eltölteni a vállalkozásoknál, ahol megtanulják a választott szakma gyakorlati részét. Ilyen lehetőség van a Paksi Gemenc Autóháznál, ahol másfél éve új e-learning elektronikus tanulás segítő programot vezettek be. A tanulók így a szakma legújabb részeit tudják először elektronikusan elsajátítani, majd rögtön gyakorlatba is ültetni. A legaktuálisabb, legkorszerűbb tananyagokkal tudjuk bővíteni, változtatni a mi képzési rendszerünkben lévő ismeretanyagot, tudásanyagot, és ezt a tanulóink is nagy szeretettel fogadják, és tényleg élvezik ennek a korszerű oktatásnak az előnyeit. Nem kell nagyon, nézd csak, figyelj, nézd csak mekkora. Épp ahogy mondtam, épp ahogy. Tetszik ez az elektronikus maga, tehát hogy létesítették ezt az egész folyamatot, hogy kitaláltak egy programot, és hogy lehet csinálgatni elektronikusan is. Gondolom, hogy szintén otthon is csinálom nagyon szívesen. Hogy valóban jobban összefonódik az iskola és a vállalatnak a kapcsolata, és a tanulóknak nem is ösztöndíjakról beszélünk már a továbbiakban, majd hogyha duális képzésbe kikerülnek, hanem munkaszerződést köt velük a vállalat. Ez alapján a vállalat, miután munkaszerződés, ő fogja kiválasztani a tanulókat, de csak azokat a tanulókat, akiket felkészítünk már, hogy ők azzal az ágazati kompetenciával rendelkeznek. Hiszen változik a képzésnek a szerkezete. A technikusi képzés az első két év az ágazatról szól, tehát itt még nem választ szakmát, és akkor, amikor szakmát választ, ez gyakorlatilag a vállalatokkal közösen történik, hiszen a vállalatok elmondják, hogy neki milyen szakmára van szükség, és így egymásra fognak találni. Vagyis valóban keresletvezérelté tesszük a képzést. Ez igaz a szakképzőiskolák esetében is, amikor egyéves ez az ágazati képzés. Az ágazati képzésnél például tanulnak munkavédelmet, és még sok minden más olyat, hogy megismerjék, hogy milyen szakmák vannak az ágazatban. Ami azt gondolom, hogy fontos ahhoz, hogyha valóban termelő tevékenység, környezetbe oktatjuk tovább őket, a gyerekeknek mindenről már ismeretekkel kell rendelkezni. Másrészt meg azt hiszem, hogy a megalapozottabb lesz majd a szakmáknak a választásának a választása is, hiszen akkor már tudja, hogy milyen szakmák tartoznak az ágazathoz. Bemutatták az oktatói minősítési rendszert, amely lehetőséget teremt a tanárok munkájának elismerésére. Országos szinten 35 milliárd forint plusz anyagi forrásból tudják ezt megtenni. Készítettünk, és ezt most bemutatjuk a tanároknak, egyelőre a vezetőknek, azt a oktatói minősítési rendszernek egy lábát, amely lehetőséget teremt arra, hogy maga a bért valamilyen minőséghez kössük. Különbözően dolgoznak a tantestületekben a tanárok, mint minden munkahelyen. Különböző minőségi munkát végeznek. Azt gondoljuk, hogy ezt meg kell fizetni. Erre most lehetőség lesz ezzel a bérrendeléssel, hiszen 35 milliárd forint plusz jön be a rendszerbe. Ennek a felosztásánál mindenképpen praktikus kihasználni azt, hogy már egy minősített rendszerben történik ennek a szétosztása. A munkatörvénykönyv előír egy kötelező pótszabadsági rendszert, ami korhoz kötött. És nekünk ez egy fontos dolog, hiszen aki például egy 45 éves oktató esetében, így 5 nappal nem kevesebb, hanem több szabadsága lesz, mint a KJT rendszerben. Miért? Mert hogyha az oktatási minősítési rendszerhez mindezt hozzákötjük, azt gondoljuk, hogy az oktatóknak a feltöltődése, a regenerációja fontosabb, fontos, hogy ne égjenek ki, ehhez több szabadságot kell adni. Mi ezt most biztosítjuk.
A cél az, hogy a szakképzés vonzóbb legyen. A diákok minőségi oktatást kapjanak, megújult tartalommal és módszertannal. Vállalkozásfejlesztés, munkahelymegőrzés, eszközbeszerzés, uniós forrásból. Ez volt a téma azon a szakmai konzultáción, amit a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezett. Itt elhangzott, hogy könnyebben és gyorsabban lehet majd hozzájutni a forrásokhoz, mint az előző uniós ciklusban. Jelezték fejlesztési terveiket és észrevételeiket a Tolna megyei vállalkozásvezetők azon a szakmai konzultáción, amit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezett annak érdekében, hogy tájékoztassák a kis cégeket az uniós támogatásokról és azok feltételeiről. Így megtudhatták, hogy 2021 és 2027 között milyen támogatásokra, milyen uniós forrásokra pályázhatnak annak érdekében, hogy képessé váljanak vállalkozásokat fejleszteni. Több ezer milliárd forintról van szó, amihez könnyebben és gyorsabban lehet majd hozzájutni, mint az előző uniós ciklusban. Lerövidülnek az elbírálási idők, mondta György László, gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. Idén is lehet pályázni különböző uniós forrásokra, eszközbeszerzésre, valamint munkahely megőrzésre. A GINOPOS, Magyar High-Tech és Zöld Pályázat elnevezésű támogatások iránt hatalmas az érdeklődés. A koronavírus válság kapcsán meghirdettünk egy nagyon rugalmas beruházás ösztönző programot mikro, kis és középvállalkozások számára. Ezt mi Magyar High-Tech és Zöld Beruházás Támogatási Programnak neveztük el. A Tolna megyei vállalkozók, azok lehet, hogy úgy ismerik, hogy GINOP 128, mert ez volt a kiírásnak a kódja, aminek az a sajátossága, hogy nem szakpolitikákhoz kell pályázniuk a vállalkozóknak, hanem hogyha egy beruházásban gondolkodnak, akkor ebből a pályázati konstrukcióból tudják finanszírozni az eszközbeszerzést, a technológia beszerzést, a folyamataik átalakítását, szakértői szolgáltatások igénybevételét, képzési szolgáltatások igénybevételét, digitalizációt, energiahatékonyságot, tehát mindent, ami egy beruházáshoz kapcsolódik. És ami ezen túlmenően még különösen fontos, hogy ez egy úgynevezett transformer pályázat és tömegpályázat. Az első azt jelenti, hogy ez hitelből válik vissza nem térítendővé, amennyiben a vállalkozások teljesítik a pályázatban, a beadott kérelemben meghatározott feltételeket, és tömegpályázat, hogy gyorsan el tudjuk ezeket a pályázatokat bírálni, vagyis a pályázat kiírásához számított 3 hónapon belül kiállításra kerülnek, kiállítjuk a támogatói okiratokat, és abban a pillanatban hozzá is juthatnak a vállalkozások a pénzeikhez. Erre azt mondják a vállalkozók, hogy ezt nagyon köszönik, és ez egy jó módosítás az előző időszakhoz képest. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondja, nagy szükség van minden támogatásra, pályázati könnyítésre. A koronavírus járvány miatt ugyanis Tolna megyében jelenleg az építőipar, kereskedelem, vendéglátás területén tevékenykedő vállalkozások vannak a legnagyobb bajban. A vállalkozók gondjai elsősorban most a pályázatokkal van, több pályázat van, de ennek ehhez való hozzáférés gondokról, az idő elhúzódása miatt is aggódnak, mert ugye gyakorlatilag nem mindegy, hogy egy pályázat mennyi ideig tart, amire elbírálják. Úgy néz ki, hogy ebben lépések lesznek, rövidítnek az elbírálási idők, tehát gyorsabb lesz a válasz. A másik az, hogy néhány pályázat túl bonyolult is, és javaslatot tettek a vállalkozók, hogy hogyan lehetne ezeket gyakorlatilag egyszerűsíteni, mert egy kis vállalkozónak annyi ideje nincs, hogy itt évekig várjon. Nagyon úgy néz ki, hogy egy pár hónapos elbírálások lesznek a jövőben, és inkább a bonyolult helyzeteket itt gondolok, hogy például kellett 3 ajánlónak a bekeresése, ez meg fog szűnni, és valami egyszerűsített formában lehet majd pályázni. Ennek mind nagyon nagy örömöt fejezték ki a vállalkozók. Számos cégnek szeretne beruházni annak érdekében, hogy fel tudjunk készülni a következő időszakra. A másik az, hogy a munkahelyet megőrizzék, illetve a munkaerőt meg tudják tartani. Itt mindenképpen olyan pályázatok kellenek, amely a kisebb létszámú vállalkozásoknak is tud biztosítani lehetőséget. Jelenleg ugye a határ 5 fő, 5 fő alkalmazott után lehet csak pályázni. Felvetődött az a gondolat, hogy miért nem lehetne 3 főnél is, ha
gyakorlatilag, ha ez a cégnek fontos, hát reméljük, hogy ebben is lesz talán változás, bár nem biztos. A magyar high-tech és zöld pályázat elnevezésű támogatásokra első körben 50 milliárd forintos keretet adtak meg. Erre az összegre kevesebb, mint egy munkanap alatt 53,7 milliárd forintos igény érkezett. Július 12-ig igényelhetőek a gazdaságvédelmi akcióterv keretében nyújtandó támogatások. Ez a határidő a baromfi és a sertés ágazat, a kertészek, a halgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások és az élelmiszeripar szereplőire vonatkozik. A támogatási kérelmeket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén lehet beadni. A koronavírus járvány igen nehéz helyzetbe hozott számos ágazatot Magyarországon. Ez alól a mezőgazdasági vállalkozások sem kivételek, amik számos negatív gazdasági hatással kénytelenek szembenézni. A mezőgazdaságon belül, tehát ott a növénytermesztésben, ott talán annyira nem a koronavírus, ott inkább az aszály meg az időjárás az, ami nagyobb problémát okoz, mivel hogy azért kint a szántóföldeken zömében egymaga dolgozik a gazdálkodó, tehát ott ez akkora gondot nem okozott. Persze, hát mindenféle beszerzés, például vegyszerbeszerzésekben voltak félelmeik a termelőknek, hogy egyáltalán lesz-e vegyszer, akkor hirtelen berendeltek mindent, azért plusz költség. Tehát voltak zavarok ott is, de ezt azért próbálták ők rendezni. Állattenyésztésen belül, hát ott a sertéseseknél hallottunk elég sokszor, hogy azért nem úgy fogy a sertés, nem úgy viszik, export problémák, sőt, hát ez végül is visszatérve azért a gabonásoknál is, tehát a szántóföldön is probléma volt, a még bent lévő készletek értékesítése az gondot okozott. Tehát volt azért probléma bőven. Számukra nyújtanak segítséget azok a támogatások, amiket a kormány június végén hirdetett meg. Amint egy 25 milliárd forintos támogatásra pályázhatnak a mezőgazdasági termelők, termelői szervezetek, az élelmiszerfeldolgozást végző vállalkozások, a dísznövénytermesztő vállalkozások, valamint a baromfi, illetve sertéstartó. A baromfi és sertés ágazatot állatlétszám alapján lehet igényelni a támogatást. Egy viszonylag összetett számítási metodika alapján végül is az elektronikus felület, ahol be kell adni a támogatási kérelmet, ott mindenkinek kiszámolja, hogy mennyi járhat neki ezzel a támogatással. Az élelmiszeripari feldolgozást végzőknél ott a foglalkoztatotti létszámot nézi a rendelet, amennyi a foglalkoztatott, ahhoz arányosítva legfeljebb 125 ezer forint lehet minden főre vetítve. Természetesen itt is nézik azt, hogy az adott tevékenysége, a támogatható tevékenysége az árbevételből milyen arányban szerepel. Emellett a kertészeténél ott el kell mondani azt, hogy ez főként, ha egyszerűsítve akarjuk mondani, a dísznövénytermesztőkre vonatkozik ez a mostani ciklusban. Segítséget igényelhetnek még a halgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások és a tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztők is. Ők egyszeri bruttó 500 ezer forintot kaphatnak dolgozónként. A támogatás odaítélésénél több tényezőt vesznek figyelembe. Minden cégnél megnézik azt, hogy ő ebből mennyit kapott, és mennyit igényel, mennyi támogatást. Van egy felső keretösszeg, amit ráadásul kapcsolt vállalkozásokra is kiterjesztenek. Tehát, hogyha egy cégnek összetettebb a tulajdonosi szerkezete, kapcsolt vállalkozásai is vannak, akkor összességében nézik az ő támogatásaikat. Összességében is nézik, és azért van az, hogy minden tételnél az van írva a jogszabályban, hogy legfeljebb ennyi vagy annyi a támogatás összege, mert hogyha ezt túligénylik, akkor egy visszaosztás történik természetesen, tehát akkor csökken az egy alkalmazottra jutó támogatás. A háromszakaszos program következő részében a méhészek, az anyanyúh és az anyatehén tartók, a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők és a zöldségtermesztők nyújthatnak be támogatási kérelmet. Nekik erre július 27-ig van majd lehetőségük. Hozzám című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei Szakképzési Centrum, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.